Sziasztok! Az igazságban nem vegyülhet semmilyen hazugság, ahogy egy kis patkányméreg is halálos. A csatornámra korábban kitettem egy szivárogtató beszámolóját, a kiáltószó és a kövesd a megváltót YouTube csatornák hátteréről. A bibliai római levél szerint áspis kígyó méreg van az ajkukon, ezen egyiptomi kígyó mérge altatással, fájdalom nélkül gyilkol, ahogyan ők is teszik rádióadásszerű stílusukkal. A szivárogtató a napokban megkeresett, hogy vegyem le a videóját, az oka közlésétől rejtélyesen elzárkózott. Ekkor páran újra meghallgattuk, akik Jézus démonűző tanítványai vagyunk, és abszolút helytálló az elemzés a romániai Bodó Attiláékról. Az Istentől ihletett szentírásban megvan írva, hogy a sátán szolgái elváltoztatják magukat a világosság hírnökeivé, és ezen csatornák is kritizálják a Biblia egyes részeit és tagadják sátán, mint intelligens lény létezését. Jézus parancsba adta követőinek a sötétség leleplezését és a démonűzést. Hogy mi az oka a szivárogtató meghátrálásának, nem tudjuk, viszont az igazságot nem lehet elhallgattatni, ezért torzított hanggal újra közzéteszem, a régi kommenteket átmentettem a rögzített hozzászólásba. Sziasztok! Nyilván sokan nem ismertek személyesen, és szeretnék pár dolgot elmondani nektek, mint keresztény emberekre. Felmerült a olyan kérdés az interneten, azt olvastam, hogy én is kitettem ezeket a hamis tanítókat, és erre szeretnék pár dolgokat mondani meg egy ateista ezzel kapcsolatban. Körülbelül egy fél éve keresem én is azt, amit mi kerestek. Elmondani az igazságot, és a keresése útján belebukkattam a Bodó Attila és annak csapatának. Amit tudni kell a Attilaékról, Bodó Attiláról, hogy ők időzőjelben mondtam, hogy ő isteni kék hirdetik, és ez engem is nagyon megfogott, és elkezdtem őket hallgatni, követni minden nap, részemmé vált, hogy hallgassam őket. Bodó Attila és a nevetét, akivel szokott videózni, és eljutottam egy olyan pontra, hogy fel kellett őket hívnom, fel kellett velük vennem a kapcsolatot, mivel nagyon érdekelt az, amit ők képviseltek. Mert az én számomra nekem úgy jött át, hogy náluk van az igazság. Tudnak valamit segíteni az igazsággal kapcsolatban. Fel is vettem velük a kapcsolatot, hát igazából a nevetével sikerült felvennem kapcsolatot így. Messengeren keresztül elkezdtem vele beszélgetni Istenről, mint nekik a meglátás, a kérdéseket tettem föl nekik, és ez eleinte nekem nagyon is tetszett. És több alkalommal hívtam a reventét, olyan szóval, hogy ő segítséget kérek tőle. Ez meg is történt, és amiket mondott az számomra nagyon érdekesek voltak, és sok mindenbe egyetértettem velük, de eljött egy olyan pont, akkor tettek fel egy olyan videót, hogy a sátán nem létezik, hanem csak a jónak a hiánya. Ez egy kicsit megbotránkoztatott engemet, és ezáltal én felhívtam a Leventét, és akkor elkezdtem vele erről beszélgetni. És ő akkor engem próbált meggyőzni minden olyan érveléssel, hogy a sátán az nem létezik, ez egy kitalált dolog, hanem csak a jónak a hiánya létezik, és a sátánt azt mi idézünk elő, a elsőnkkel, vagy hogy mi teremtsünk meg, és így létezik maga a sátán. Vagyis ők azt mondják, hogy a sátán nincs. Na most én itt húztam is náluk egy vonalat, de még bennem fogt az, hogy hallgatom őket. És ezek után ezt a videóanyagot még egyszer meghallgattam, ahol a sátán úgy ír velük, hogy mit csak jónak a hiánya. És az egyik este, mikor hallgattam ezt a tanítást, vagy nem tudom minek lehet ezt nevezni, tűz a Bodó Attilától, jött nekem egy olyan látás, egy kép bevillant, nem tudom, hogy ezt minek lehet mondani, egy mozifilmek vetítettek volna rá előttem, de nem aludtam, hanem fel voltam. Ugyanúgy láttam egy keskeny utat láttam, amit az út elején ott voltak háromon vagy négyen, nem tudom pontosan, fekete ruhába, térdelve, ilyen imádkozó búzt vettek föl, emberek. És akkor ezt a látomásra adtam, hogy ilyen keskeny úton imádkozó emberek. És ezzel a látással már nem bírtam mit kezdeni, nem tudtam, hogy ez mi lehet, kitől származik ez a látás. Ezen elmélkedtem olyan kettő napig, egy napig, nem tudom pontosan. És akkor felhívtam a Levit, és elkezdtem neki mesélni ezt a látást, ezt a észrevételt, amit én láttam.
érdekes volt neki a reakciója, az biztos, meg érdekes dolgokat mondott el látással kapcsolatban, meg vissza is kérdezett többször, hogy hány ember volt, meg stb. De nem is ez a lényege. Ő mondott valamit, hogy mit jelent, nem bírtam meggyőzni, és a beszélgetés átment megint olyan témára, amivel én nem értettem velük egyet, vagyis a sátán létezését. És ez beszélgetés alatt a Isten nekem adott egy másik látást, beszélgettem a Levivel, és a Levi adta nekem a látásomra a megfejtést, hogy amit láttam, azt a keskeny utat, imádkozott emberekkel az út szék. Hogy ezek a Godó Attilai voltak, az ott esett le, és ott döbbentem rá, hogy Isten nekem azt mutatta meg, hogy kik Attilai. És ezzel azt akarom mondani, hogy aki elindul a igazság útján, és tiszta szívvel keres Isten országa, az valamilyen módon bele fog bukkanni a Attilaikba, mert őt a igazságnak a én meglátásom szerint 40%-át birtokolják, vagy 100%-át, nem tudom. Onnan van nekik ez a tudásuk, de az tény, hogy nagyon sok igazságot mondanak, és a videóukat megkívántassák a Isten keresőkkel, amit ők képviselnek. Mert olyan, mintha náluk lenne igazság, és egyre mélyebben belemegy az ember. És az Isten nekem azt mutatta meg velük kapcsolatban, hogy ők a ördögnek a cinkosai olyan téved, hogy aki elindul ezen a keskeny úton, az Attilaik voltak a imádkozó emberek a út szélén. És ne imádkozzák a igazi embereket erről az útról, kiimádkozzák, és akkor így próbálják őket félrevezetni az ő név tanításával. És akinek ezt az Isten nem mutassa meg, az olyan csapdába tud kerülni, hogy ezáltal akár még a lelkét is elveszheti Attilaik által. Ez nekem ez a kijelentés egy Isten. Ezt most meg azért mondtam el nektek, hogy mert látom, hogy nagyon sokat kezdik őt követni, meg egyre többen érdeklődnek a Attilaikat, amit ő képvisel, de én nagyon szépen megkérem az Attilát is, hogy tartson egy bűnbánatot, és könyörögjön Istenhez, hogy tisztítsa meg az ő szívét, és 100%-ba Isten igazságát és Isten országát hirdessen, ne tegyen bele kanyarokat, ezáltal az embereket megtévessze. És még arra is kitérnék, hogy Attila tett fel egy olyan videót a oldalára, hogy ő hogy kezdte a pályafutását, kereste az igazságot, körbukta azt a világot, volt Indiában is, és azt tudni való, hogy ott áll a India fele, nagyon nagy ez a hinduizmus. És ott vallják abban a vallásban, hogy a sátán nem létezik, hanem a rossznak a hiány. És azt tudni való, hogy Attila köztük töltött egy évet. Na most az én meglátásom szerint ő beleesett ebbe a vallásban, ott volt itt, és hazajött Romániába, és ő ezt elkezdte képviselni. De rájött ő arra, hogy ezt ha 100%-an nyíltan képviseli, nem talál követőkre, csak ha az Istent is belevonja, Jézus Krisztust, és ő a Jézus neve által hirdeti ezt a vallást, amit ő ott összeszedett. És ezáltal vigye az emberek útja. Úgyhogy megkérlek mindenkit, hogy ő nagyon vigyázzon a úton, heli Isten felé keres az igazságot. Mert nagyon sok hamis próféta van, és kívánom mindenkinek azt, hogy van rá meglátása, hogy Isten megmutassa neki, hogy kik azok a hamis próféták, hogy leplezzék le. Mert most azt a korszakot éljük, én szerintem, ahol le kell buktatni a hamis tanítókat, mert egyre jobban el vannak hatalmasodva, és mindenki próbálja leleplezni azt, amit ő megismer magával, és akkor tudassa a külvilággal a hívő emberekkel. Kikre kell vigyázni, és miért kell vigyázni, és mit mutatott meg neki az Isten, mire kell vigyázni. Nekem a Godó Attilaikkal ezt mutatta meg. Ők voltak a keskeny út és a imádkozó emberek az út szín. Ők imádkozzák le az igaz hívőket, elkért, Isten bocsásson meg neki, azt kívánom. És Attila, ez neked is szó. Tudom, hogy nem szoktad jó néven lenni az, ha valaki téged kritizál, de gondolkozz el ezek, kérlek tégedet. És hagyd abba tanításokat is. Írj az igaz ösvényre, mert Isten mindenkinek fog mindenhelyre hamarosan. Sziasztok!